Miközben az Unióban már nem hasít annyira a gazdaság, Magyarországon továbbra is jól teljesítenek a vállalkozások. Ezt a növekedést akarja megőrizni a kormány, ezért indították el a gazdaságvédelmi akciótervet, amelynek egyre több intézkedése lép hatályba. Simon Robert Balázs szerint hazánk felkészült arra is, ha Európában válságba kerül a gazdaság. A második negyedévre vonatkozóan már láthatóak olyan jelek, amelyeket egyébként a világgazdaság is mutat, hogy egyfajta stagnálás vagy csökkenés következhet be. Éppen ezért ellensúlyozni kell ezeket a folyamatokat, a gazdaságvédelmi akcióterv ennek az egyik eszköze. A gazdaságvédelmi akcióterv fő elemei ugye adócsökkentés, a másik oldalon pedig a minimálbér, illetve a szakmunkás minimálbérnek az emelése. Mind a három tényező jelentős szerepet játszott abban, hogy a magyar gazdaság tudja tartani a szintet, sőt a jelentősen az Európai Unió átlaga fölött szerepel, és én azt gondolom, hogy ebben az esztendőben ez így is lesz, hiszen még a legpesszimistább becslések is azt mutatják, hogy 4% fölött, valahol 4,3% körül lesz a gazdasági növekedés Magyarországon. A győri térség alapvetően jól teljesít, a körzet több szempontból is régóta vonzó a cégek számára. A gazdaságvédelmi akció pedig még több letelepedőt hozhat, például az ipari parkban, illetve a már itt működő vállalkozások tovább bővíthetnek. Győr továbbra is egy vonzó befektetési környezet. Ennek alapvetően két oka van. Az egyik az iparűzési adó mértéke, ami ugye országosan általában 2% körül van, de Győrben ez 1,6%-ra lett csökkentve az elmúlt években. Ez egy vonzó dolog lehet. A másik persze maga az ipari park, ahol nem csak nemzetközi cégek, hanem magyar közepes vállalatok is érdeklődnek, és annak a bővítése éppen pillanatnyilag is zajlik, és ott gyakorlatilag azt kijelenthetjük, hogy a területek elkeltek, tehát az érdeklődés fönnáll. A másik pedig, amit a kormány generál, elsősorban a magyar nagyobb és a nemzetközi tulajdonban lévő cégek irányába. Erre jó példa, például az elektromotorok gyártásának támogatása, mintegy 6 milliárd forint értékben, az elmúlt héten került sor a bejelentésre, összesen 41 milliárd forint értékű beruházást valósít meg az Audi Győrben, tehát a kormány is, vagy a kormányzat is, a KKM is odafigyel a vállalkozások támogatására. A képviselő örömmel számolt be híradónknak a legfrissebb foglalkoztatási adatokról is. Simon Robert Balázs elmondta, 3,3%-ra csökkent a munkanélküliség, míg a foglalkoztatottak rátája elérte a 70%-ot. 2000-ben, 19 évvel ezelőtt voltak ennyire erős adatok a gazdasági növekedés tekintetében. Ez most még jobb lett. A munkanélküliségi ráta pedig gyakorlatilag a rendszerváltoztatás óta sohasem volt ennyire jó. Országosan 3,3%, de ennél lényegesen jobb. A győri járásban 1,5%, Győr-Moson-Sopron megyében pedig most már kijelenthetjük, hogy tartósan 1% alatt van ez a ráta. A politikus hozzátette, a korábban várt 4%-ról 4,3%-ra módosította a GDP növekedési előrejelzését a GKI gazdaságkutató. Simon Robert Balázs szerint hazánk az egész év során bőven túl teljesítheti az unió növekedését, és ez a pozitív tendencia a következő években is megmaradhat.